A levéltárosoknak számtalan kihívással kell szembenézniük, az egyik legfontosabb a dokumentumok digitalizálása. A Szabadkai Történelmi Levéltárban már évekkel ezelőtt megkezdődött ez a folyamat, mondja Sztyeván Mackovics. Az intézmény igazgatója szerint azért fontos, hogy évente egyszer találkozzanak a hazai és a külföldi levéltárosok, hogy megosszák egymással tapasztalataikat az aktuális feladatok terén. Digitalizáció nagyon fontos. Ez a fajta anyag volt éppen az, amelyiket mi fogtunk, vagy kezdtünk digitalizálni. 6-7 év ezelőtt már kezdtünk azzal. Most folyamatban lesz egy folyamat lesz, hogy kell visszaadni az anyakönyveket, és éppen azért is a minisztérium kéri tőlünk, hogy digitalizáljunk mindannyi ezt a könyvet, ami vissza fogunk adni. Idén az anyakönyv, mint levéltári forrásanyag témakörében tartottak előadásokat a szakemberek. Az egyházi és az állami anyakönyvek gondozásáról, kiadásáról és digitalizálásáról is szó volt. Nagyon szorosak a kapcsolataink a Szabadkai Városi Levéltárral, úgyhogy figyeljük egymás rendezvényeit, részt veszünk egymás rendezvényein. A levéltár használók legnagyobb része leginkább anyakönyvi kutatást, családfakutatást végez, és ami eddig évszázados gyakorlatban itt is, és gondolom, nálunk is, és gondolom itt is megszokott volt, az most éppen a digitalizáció miatt, illetve az elektronikus ügyiratok elterjedése miatt változóban van. A hazai levéltárosok mellett magyarországi és horvátországi előadók is érkeztek a 12. Szabadkai Nemzetközi Levéltári Nap alkalmából szervezett szakmai tanácskozásra. A rendezvényt a Szabadkai Történelmi Levéltár szervezte.